Az IFO Ézin már 28. alkalommal rendezi meg a sérült gyermekek napját itt a fővárosi állat- és növénykertben. Több mint 10 000-en vagyunk ma itt. Aki volt már ilyen rendezvényen, az tudja, hogy mennyire vidám, megható és összefogást sugárzó napról van szó. Én a gyermekemmel 2011-ben csatlakoztam az évfolyészhoz, és már az első évben itt voltunk az állatkertben, tehát mi minden évben kihasználjuk ezt a lehetőséget, amit nagyon-nagyon jónak tartunk, mert látom, hogy a fiatalok egymást, az ismerősöket üdvözlik, és kapcsolatokat teremtenek, és ezeket ápolgatják évről évre, és ez nagyon fontos, és nagyon jó látni. Már 92 óta megrendezzük, már jó sok alkalommal veszek részt rajta. Nekem az a tapasztalatom, hogy sikeres szokott lenni, mert mindig aktuális témákkal várjuk a nagy érdeműt, és hogy megmutassuk a társadalomnak, hogy mi is képesek vagyunk szórakozni, illetve fontos témákról beszélgetni. Mint a mai megnyitóban is beszéltem a választójogról és az önálló életvitelről például. Az önálló életvitelt szeretnénk a mai napon propagálni. 20 önálló életvitel centrumot hozhattunk létre Európa Uniós forrásból, és itt az intézményből, a családból való kikerültek részére tanítjuk azokat az élethelyzeteket, amikbe esetleg belekerülnek, amikor egyedül vannak. Ez a legfontosabb, hogy bármilyen fogyatékosság ügyet, fogyatékos gyerekek, felnőttek helyzetét a társadalomban csak akar tudjuk sikerre vinni, hogyha közös ügyként, közös akaratként jelenik meg. Itt mögöttem van az államtámogatása, az önkormányzat támogatása, egy civil szervezetnek a szervező ereje, aki eléri az embereket, csak így lehet sikeresen fogyatékosság ügyről beszélni.